Öt jel, hogy itt az ideje, hogy elhagyd a párod. Első, hogyha a víziótok nem egyezik. Hát lehet, hogy az egyikötök szeretne összeházasodni, gyermekeket szülni. A másikotok pedig ugyanúgy mondjuk hétvégente szeretne csak találkozni veled. Lehet, hogy az egyikötök szeretne freelanceként utazni a világban, míg a másik letelepedni valahol. A második ebből adódik, amikor az értékek nem egyeznek. És ha nem egyeznek az értékek, előbb-utóbb konfliktus generál benned legfőképpen. Elkezdesz mérges lenni magadra, hogy feladod az értékeket, a szükségleteidet, és mérges lenni a másikra. Harmadik a sok-sok bocsánat kérés és nem változtatás. Magyarán te vagy a másik fél nem hajlandó változni, és mindig ugyanaz a vége. Bocsi. Negyedik, a határok nem egyeznek. Az egyikötök lehet, hogy szorongva kapcsolódna, lógna másikon, a másik fél meg ezt nem bírja és menekül. Egyébként gyakori ez a kombináció. Ötödik, ha nem vagy biztonságban, ne hagyd az abúzust. Mi mást mondanál?